A divat és az átalakuló világ milyen kapcsolatban van egymással? Hát nagyon szorosban. A dolog, ami elindította ezt a gondolatot, az az volt, hogy hiszen még egy ilyen műsor van, ahol három valódi és egy hamis állításról kis történetet mesélnek el, és abban többek között láttam egy kis macskát, ami a gazdájával olyan szimbiózisban él, és veszi át a gazdájának, illetve a környezetének a történéseit, hogy amikor a nő borzasztó súlyos balesetet szenvedett, és megsérült a lába, 500-on megoperálták, nem 500-on, de sokszor, akkor természetesen a macskának is tönkrement, ugyanolyan formában sérült a lába, és csak az ővét nem tudták állítólag megmenteni, vagy lehet, hogy sokba került volna, amputálták a lábát. Aztán a nőnek a szürkehágját megoperálták, de a macska még a szemét is elveszítette. Remélem, hogy a nő most már vigyáz magára, és a macskának bizonyos testrészei azért nagyjából megmaradnak a élete végéig. És az, hogy a nőnek nem annyira súlyos lett az a bizonyos probléma, ami ott fölmerült, akár mert rosszul látta a világot, azért, mert bal eseteket okozott saját magának, hogy jobb esetben élhette volna másképp is az életét, de a macska bizony-bizony nagyon intenzív kapcsolatban él a gazdájával, hogyha jó a kontaktus közöttük. Az én cicám, amelyik most már sajnos nem él, több macskám is volt mindig, de ez volt ez a különleges, amelyik abban a percben ott keresztül feküdt azon a testrészén, nekem elsősorban, de mindenki másnak is, aki a családban éppen beteg volt, vagy valamilyen fájt, és ilyen hallatlan unat pofával addig ott feküdt, amíg érezte, hogy ott a fájdalom eltűnik. Na most ez egy állat és egy ember kapcsolata, de közben a tárgyak és az embernek is van egy kapcsolata. Az egyik, amire föl szeretném hívni a figyelmet, hogy például, amikor otthoni rumlik előidézik a csőtörést, ugye ez egy érzelmi vihar, és robbanásszerűen tönkre megy valami, vagy egyáltalán például egy sok-sok-sok hosszú időn keresztül tartó veszekedések, például lebontották a falat, megrepesztették a valamit, kidőlt a vakolat, tehát mindenféle formában a ház is elkezdett lepusztulni ott, ahol, vagy elkezd lepusztulni ott, ahol az érzelmek káosza van két ember között. Ráadásul mind a két kutyánk megsüketült, az egyik meg is halt már, a másik most annyira, hogy a mellette közvetlenül ledobtam valami direkt óriási nagy csörömpöléssel zajongó dolgot, és nyugodtan aludt tovább, tehát ennyire tök sírsüket. Utólag jöttem rá, hogy mert szengvinikus a férjem, a Kosé, meg egy bika vagyok, tehát hihetetlen hangerővel tudunk ordítani egymással. Másokkal se ő, se én már nem, de ez valami, és abban a percben, amikor elkezdtünk ordítani, a macskánk annyi fele ugrottak szét, ahányan voltak, és a kutyánk rémülten kitört az ajtót és kirohant. Tehát nem akarta hallani ezt a cirkuszt, azóta bárki üvöltözhet mellette, édesdeden alszik. Amiről meséltem, az az, hogy mennyire amikor elmentünk külföldre, és elfelejtettünk elköszönni tőle, akkor az egyik macskánk és az egyik kutyánk is megkopaszodott. Nem tudták az orvosok elképzelni, mi baja van. És aztán egy nagyon látványos és nagyon jó pofa állatorvosunk van, azt mondta, hogy hát szerintem hiányérzete volt, hogy olyan hiány lett a burkolatán az állatnak, azaz a biztonságát valami úgy gondolta, hogy veszélyezteti, pedig etették ott a barátaim. De ennek ellenére ez nagyon fontos volt, hogyha kicsit hosszabb időre eltávoznak attól az állattól, tessék elköszönni tőle. De még mindig nem vagyunk a divatnál. Ezt azért mondtam el ilyen intenzíven, mert ugye azt mi csak el tudjuk képzelni, hogy egy élőlény reagál ránk, hiszen a mind egy alapon, egy légtérben élünk, természetesen, hogy mi egymásra is hatunk. Még lehet, hogy azt is el tudják képzelni, hogy a ház, vagy a lakás annak a rezonanciáját, aki benne lakik, vagy akik benne laknak, valamilyen formában ott is átveszi. Viszont a divat az olyan formában alakul az életünkhöz, hogy nagyon-nagyon-nagyon intenzíven lemásolja, vagy leképezi, a szószoros értelemben leképezi azt, hogy milyenek a gondolataink, milyen energiák működnek egy társadalmi rendben, és kettőféle dolog történik. Az egyik, az a része a divatnak, amit mi önként és dalolva teljes mértékben megszüntetve a saját személyiségünket, és a mások által nekünk felkínált divatos dologból mi olyan fantasztikusan fontos dolgot csinálunk, hogy nem tudunk nélküle élni. Ha nincs egy olyan farmer, emlékszem, hogy a férjem mondta, hogy amikor a 17 éves volt, és hát, hogy mit összement utána, és külföldés, hogy de neki is legyen egy pont olyan típusú farmerje, mint amilyen a másiknak, mert hát akkor a csorda esetleg kiveti magából. Ez az egyik, hogy mi önként és dalolva megyünk a másik, ami miatt a divatot létrehozzák, az az, hogy megszüntessék az egy éniségeket és a személyiségeket. Ez nagyon
nagyon-nagyon lényeges és fontos dolog. Tehát egy ránk kényszerített dologgal, abba a cipőbe mi belelépünk, ahogyan szúr is, vág is, baj is, okoz is problémát, veszítjük a pénzünket vele, és mégis másoljuk ezeket a dolgokat, amiket ránk kényszerítenek. Azért alakítják ezt így, hogy fogyasszunk. Ez a szó tökéletes, mert ugye a műsornak is az a címe, hogy tudod-e, mit beszélsz, hogy mi egy fogyasztói társadalomban élünk, hát először is elfogyasztunk dolgokat, tönkre tesszük dolgokat, és azon kívül elfogyasztjuk a földnek az anyagi tartalékait. Sok hónappal ezelőtt, vagy talán már egy évvel ezelőtt is egyszer hallgattam egy rémisztő, egy elmondhatatlan, számomra egyszerűen megemészhetetlen riportot. Azt itt a műsorban is egyszer említettem röviden, hogy azt hiszem talán Angliában egy tűzoltóságon ég egy villanykörte, ami több mint 100 éve ég, minden évben megünneplik óriásan egy ünnepség keretében a születésnapját. Tehát azt úgy csinálták meg annak idején, hogy akkor még az volt a trend és a fontos dolog, hogy amikor létrehoznak valamit, a nagyon sokáig tartson. Még az én gyerekkoromban is még az volt a eszme, hogy annyira szegény vagyok, hogy én nem engedhetem meg magamnak, hogy egy olcsó, ócska dolgot vegyek meg, csak egy jó minőségűt. Hogy az olcsó húsnak híg a leve, tehát ez nem annyira tartalmas dolog. Na most én annak idején az életem első keresetéből, az egész keresetéből 1000 forintért megbírtam benne egy olyan téli kabátot, ami az egyik oldal szürke volt, a másik meg kockás, és föl lehetett hajtani a manzsettát, tehát a szürke kabátnak kockás manzsettája volt fordítva is. Igaz volt, és kibe lehetett fregoliként hordani. A jó 15 évvel később úgy adtuk el, hogy a kabátnak a világon semmi baja nem volt, se egy kopás nem volt rajta, a gombok rajta voltak, stb. Stb. Tehát egy tökéletesen jó minőségben lévő kabátot még úgy tudtam átadni valakinek, hogy ez még mindig a fene tudja mennyi, hány évig hordhatta, annék, hogy a világon bármi baja lett volna. De mit csinálnak a kabátkészítők, ha 15 éven keresztül én nem veszek egy másik kabátot? Hát semmit, csinálnának mást, és 1000 más jó dolog van a világban. De, mint ahogy annak idején a villanykörtével kapcsolatban ebben a bizonyos ijesztő riportban hallgattam, hogy egy idő után ilyen kartelek alakultak, és utána attól büntették, vagy azért büntették meg a különböző villanykörte gyártókat, hogy amikor a kartel megállapodott abba, hogy csak ennyi órát éghet egy villanykörte, hogyha valakinek 50 órával, vagy 100 órával többet éget, azt megbüntették, hogy rongálja a többieknek a haszonhoz jutó lehetőségét. Hát el voltam hűlve, hogy mérnököknek a saját lehető legjobb tudásukat arra kell használniuk, hogy rongálják a világot, és fogyasszák a világnak az energiatartalékát. Rémisztő. Most pontosan ugyanilyen módon jönnek létre a különböző divat irányzatok és a különböző dolog, amit mi fölveszünk, vagy megveszünk, vagy fogyasztunk, vagy beépítünk, vagy kicserélünk, vagy bármi. Van egy telefonom, amit ugye a műsor miatt nem lehet ide behozni, de emlékszem, hogy egy pár hónappal vagy évvel ezelőtt, mert nem tudom mikor volt, egy olyan reklám, hogy te is szégyeled a telefonodat, és ilyen zacskókban mindenféle nem akarom elmesélni, hogy milyen reklámok voltak ott, és néztem rá, hogy miért szégyelném. Ez az én telefonom azóta van meg, amióta a 60-as telefon megszűnt, és amikor lettek ezek a 20-asak és 30-asok, nekem azóta van meg az a telefonom, és még mindig működik. Kicsit sötét a képernyője, de teljesen tökéletesen jól működik, a semmi baja nincsen, és ugyanannyira lehet arra a célra használni, amire azt létrehozták. Nekem nincs okos telefonom, ugye lehet, hogy Superman az egyik telefonom, de lehet, hogy őrülten okos, csak én úgy érzem, hogy én elég okos vagyok ahhoz, nekem nem kell mindent csináljon helyettem a telefon. Tehát ezért nekem nagyjából a telefon az, hogy beszélni tudjak velem, meg mások velem, és esetleg még egy üzenetet is küldeni, ez már nagyon megkönnyíti az életemet. Ezerféle más dolgot tud, de nem szeretném megváltani ezen a világot, és a világot behozni egy telefonba a lakásomba, mert én szeretem, hogyha én elmehetek a világba, és ott találkozom személyesen emberekkel. Tehát én például mindig elcsodálkoztam, amikor emberek egymásról, teljesen lényegtelen témákról egy-két órákat tudnak beszélni, a buszon megyek 45 percen keresztül, hogy a héven valahova, és addig ugyanaz az ember, ugyanaz az egy emberre annyira lényegtelen dolgokról beszélget, hogy csak csodálkozom, hogy egyáltalán hogy tudják ugyanazt a semmit ennyiféle variációba körbe beszélni. De miután addig fogok beszélgetni, a végén nem mondom el a divatnak a szimbólum rendszerét. Azért tartom ezt a dolgot fontosnak, mert én is volt, hogy ettem a McDonald's-ban, mondjuk marhahús már nem eszek, 30 vagy 40 éve biztos nem, de hogy megettem ott egy-egy valamit. És annak idején, amikor ott a 25 fok hidegben nagyon szerettünk, és ott melegettünk a müncheni nagy McDonald's-ban, vagy nem tudom, szabad-e ilyet kimondani, de mindegy, egy ilyen gyors étteremben,
akkor nagyon jól esett, de nem volt kötelező ott se, hogy marhahús tegyek, és nem volt kötelező a világon semmi, de élveztem annak a környezetnek a szépségét. Tehát a most megjelenő dolog, ami a környezetünkben benne van, nem kényszerít ránk semmit, ez egy modern háború, a végtelen lehetőséget odaadja, és a végtelen lehetőségben benne van a kísértés. A kísértés pedig szó szerint azt jelenti, amit kimondunk, nem az, hogy megkísért, hanem kísértés. Ha tudjuk, hogy mi miért van, és a divatnak, vagy amiket magunkra veszünk, mi a funkciója, mi a szerepe, mi az értelme, akkor tudatosan tudjuk jól használni, és tudatosan tudjuk rosszul használni. Egy-két apróságot meg szeretnék itt jegyezni, tehát fölhívni rá a figyelmet, hogy milyen formában kezdünk el odafigyelni rá. Először is például nagyon egyforma divatba járkálunk, most elmondhatnám a rövid szűk jacket, az óriási nagy méretű sálat, a csípő alatt annyival lentebb lévő nadrágot, hogy a fenéknek a vágása kilátszik, és időnként pucér a hasa is, akkor ha rájöttek, hogy fáznak, akkor föl kell trendien venni hozzá egy baromi nagy hosszú pulóvert, amik térdig lelők, de a derekánál véget ér a kabát. Ezt akkor hordták a háború után így az emberek, hogyha nem volt ruha a méretére, és valamit össze kellett eszkábálni, hogy normálisan nézzen ki. Kényelmetlen a nadrág, a derekának megvan a szerepe, hogy az ember miért ott hordja. Ha bőgatyába jár valaki, teljesen bőgatyába lecsúsztatva, és már a ülepe a térdénél van, elveszíti a formáját valaki, többek között, hogy más nem mondjak, régen a nők a férfiaknak a fenekét nézték meg, hogy csinos-e vagy nem. Hát itt bizony nincs amit megnézni, mert még akinek van is jó formája, meg sportolt, annál se lehet látni, mert ugye a formát teljesen eltakarja, kapucnival lelóg az ujja, eltünteti a személyiségét. Majmoljuk a szószoros értelemben a divatot, hogy a személyiség és az egyéniség teljes egészében háttérbe szorul. Soha többet nem tudjuk, hogy milyen a karakter az illetőnek, mert ő is, meg mindenki tök egyforma ruhában van. A másik például, hogy csak a fejen lévő dolgokat említsem, mert annyira azért rövid az előadás, tehát az fél óránk, hogy nem tudok mindent megemlíteni, amire a divatban érdemes lenne odafigyelni. Tudjuk, hogy miért van, akkor akár tudjuk jól is használni ezt a dolgot. Például csak a fejen a következő két dolog van, nem is több is, de mondjuk csak a fejünkön, a hajunkkal kapcsolatban két lényeges dolog van. Az egyik a haj az erőt, az energiát adja, nem véletlenül volt. A ókori történelemben ugye Sámsonnak a hajában volt az ereje, és tényleg abban van az erőnk, mert az az univerzumi antennánk, képzeljék el. Tehát ez azért nőtt a fejünkre, mert egy véd a hidegtől, kettő véd a melegtől, mert elválaszt és szigetel, és igenis nagyon hasznos, ha nyáron nagyon-nagyon megizzad valaki, mert amikor az elkezd párologni, akkor leüti a fejét az illetőnek arra a hőfokra, ami az optimális működéshez szükséges. Hát az egyik dolog az, hogy ezt az erőt a férfiak teljesen önként és dalolva, vannak ugye olyan karakterek, és annak megvan az oka, hogy kinek hol kopaszodik, és mennyiben játszik szerepet az édes drága anyája, vagy a feje, felesége, tehát a párja, a nője, a fele, azt akartam mondani egyébként, a felesége, vagy a fele élete, azaz a másik fele, és hogy hol kezd az illető kopaszodni. De amikor ezzel nem akar szembenézni, akkor levágja az egész fejéről az összes szőrt. Attól a télen nem védi, a nyáron nem védi, és elveszíti az erejét. Mit csinálnak a nagy darab kopasz pasik? A nagy darab kopasz pasik. Elkezdik még nagyobb darabra felnöveszteni saját magukat, és elkezdik, ugye a tetoválás is ezeknél az embereknél indult el először, elkezdi felfújni magát, és a külső jegyekkel ijesztővé tenni, mint a nem tudom, hogy hívják ezt a fajta halat, ilyen gömbhalnak hívják az egyiket, meg a kobra is ilyen ekkora nagy sátrat csinál a fejéből, azért, hogy elég ijesztő legyen. Vagy egy lepke például, aki kinyitja a számot, a két hatalmas szem van ott, hogy megijedjünk tőle. Tehát a külsőségekkel felfújják magukat, nincs mögötte férfiasság. Ezek a pöhöm nagy darab, ilyen-olyan bodybuilder versenyző pasik, 98,5%-ban impotensek. És ezért, hogyha valaki most nézi ezt a tévét, lehet, hogy halálra sértődik, de egyébként pedig, aki letagadja, az lehet, hogy annak kétszer akkor ereje volt, de ha minden jobban tiltakozik ellen, annál nagyobb valószínűséggel igazam van. Ugyanezt ugye nem menjünk nagyon messzire, hogy ne csak a férfiakat említsük, és még a hajról még nem beszéltem, hogy ugyanezt jelenti a felfújt mell például, ami ugye sok mindenre alkalmas, csak arra nem, amire eredetileg a funkcióját kitalálták. Tehát a mesterségesen felfújt valamivel, az csak egy lufi, ami
emlékszem, egyszer egy stewardess barátnőnk még nagyon-nagyon a kezdet-kezdetén ilyen műimplantátumot raktak bele, és a, nem tudom hány ezer méteren egyszer fölrobbant, és egy szörnyű operációk sorozatán keresztül esen, még föl sem tudtam fogni. Egyszerűen nem is értettem, hogy mi van abban benne, hogy csak úgy fölrobban. Mondták, hogy ne izgulj, a tiéd nem fog fölrobbanni, az természetes, ez a másik lé meg nem. Ott van a hajnál, viszont a nőknél még egy érdekesség, nézzük meg, hogy most 100 nőből 98-nak ilyen mesterségesen elvékonyított ilyen kis szöszmösz végű haja van, és ilyen nagyon-nagyon kevés lesz a vége, ez a divat. Ezzel elveszük az erejét a hajnak, mert annak idején, amikor valakinek ilyen lett a haja, az beteg volt. Vitamin hiánya volt, energiavesztett állapotban volt, borzasztó nagy stressz vagy nyomás volt rajta, és ilyenné lett a haja, és bizony azt először már helyre kellett hozni azt a helyzetet, aztán utána meg kellett ápolgatnunk kicsi hajunkat, meg ricinussal, meg levágtuk egyforma, hogy mindenki lássa, hogy mi erőteljes személyiségek vagyunk, és ez a hajunkon is látszik. És ez bizony nagyon-nagyon fontos, ma meg senki nem tudja, tehát mit csinál? Levágja. Ilyen kis tincseket festünk bele a hajunkba, mert az most olyan jókofán hangzik, csak senki nem tudja, hogy például, ugye a fejünknek attól függ, hogy milyen funkció, melyik részen helyezkedik el az agyunkba belül, hogyha valakinek valamilyen óriási nagy baja volt, az például úgy jelentkezett először, hogy azon a területen például elveszítette a pigmentanyagot a haj, és ott egy fehér folt jelent meg. Ez ennek lett a lemásolt változata, amikor ilyen melírozott fehér tincseket rakunk a hajunkba. De ezt is azt érzésem, hogy nagyjából körülbelül senki se tudja. Emlékszem, hogy egy néprajzba tanultam ilyen népdalokat, és abban volt, hogy ispiláng, 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 girohóza kellett ezt énekelgetni, és senki se tudta, hogy mit jelent, hogy ispiláng. És akkor mondta a néprajzos, hogy ispiláng, azaz hosszan játszom, kedves azzal a kislányjal, akit Rózának hívtak, de miután a magyar gyerekek úgy értették, hogy mit vannak, azt úgy jól lemásolták. Hát körülbelül ennyire tudjuk mi is, hogy mi miért van. Tehát tépet haj, kopasz fej, elerőtlenedés, hatás, energiavesztést jelent feltétlenül, vagy például szemüveg, napszemüveg divat. Akkor is ott lóg valakin a szemüveg, hogyha nincs is szüksége rá. És miért a napszemüveg? Hogy minél kevesebbet lásson a környezetéből. Biztos lesz olyan ember, aki ezt a műsort látja, vagy valakinek a valakije, vagy elmeséli a lányának, vagy a gyerekének, vagy a szomszédjának, vagy a barátjának, és tiltakozni fog, és semmilyen formában nem fog ezzel egyetérteni, amit én mondok. Nem az én véleményem, hanem ezek tények, hogy a szervezetünkben ezek a figyelmeztető jelek, miközben nem fogjuk észrevenni ezeket a figyelmeztető jeleket, hiszen mesterségesen elvesszük azt a külsőséget, amitől mi észrevehetnénk. És ez is a célja azoknak, akik kicsit manipulálják a minket körülvevő világot, és az egyetlen védekező mechanizmus ezzel szemben kizárólag a tudás. Tehát ha itt tudom, hogy az azt jelenti, akkor én nem csinálom olyan rá. Ha tudom, hogy ez ennek a karakternek a jellegzetességét hordja, akkor én nem olyan formában fogom azt hordani. Tehát például sál, nyáron is, divat, ekkora nagy. Mit fog körbe? A torkot, a szabad szó áramlását állítja meg. És persze télen hordunk sálat, azért, hogy ebben a four seasonben, ahogy csodálkoztak az angolok, hogy nálunk ilyen four seasonban, ezt el se tudják képzelni. Föl se tudták fogni, hogy ennyi eltérő hőmérséklete itt az ember képes életben maradni. De például ott van, hogy csak a fejnél maradjuk, még mindig csak a fejet mondom, a feltöltött száj. Képzeljék el, az azt jelenti, hogy fogd be a szád. Akinek fáj és bedagad, az nem bír beszélni. Hát ők sem nagyon tudnak beszélni, mert ugye ez a karakter, aki ilyen nigeri avanzsált szájjal működik, az sok mindenre alkalmas, de speciál arra nem, hogy értelmeseket mondjon. Önként erenül annak adunk ugye energiát, amilyen gondolatokkal mi egyet értünk. Ami nagyon furcsaság, hogy például szakadt vagy festékes, foltos ruhába egy épeszű ember, akármilyen szegény volt, ki nem ment az utcára. Tiszta, vasalt legyen. Lehet, hogy szegény, lehet, hogy emlékszem, hogy annak idején a köpenyt az azért találták ki, hogy az akármilyen szedett-fedett ruháinkat eltakarja, és egyformák legyenünk mi gyerekek, hogy ne kezdjünk el azzal vitatkozni, vagy azzal piszkálni a másikat, hogy mennyi energiát fektessünk arra, hogy most szép ruhájában vagy nem. Egyforma volt a köpenyünk, és teljesen lényegtelen. A szakadt foltos ruha kopott élet, tehát akinek nincs rávalója. Miközben ma, aki szakadt és foltos ruhába jár, rengeteg pénzekért veszi meg a különböző divat
cégeknél, csak a külsőség fontosabb neki, a bármilyen, miközben pont a külsejében nem azt építi be az életébe, ami előbbre viszi, vagy emeli őt, hanem viszi le az energiát. Borzalmas, összenem passzoló színek és minták. Ilyen a természetben sehol nem fordul elő az emberek kívül, ez pedig a diszharmóniát kezdi el behozni az életünkben. Nézzék meg, hogyha valaki olyan össze-vissza színeket használ a lakásába, a életébe. Most tegnap éppen egy házaspárról, vagy egy párosról hallottam, hogy mi minden történik az életükben, rák és egyebek, miközben az egész életüket megnézzük, úgy, ahogy élik az életüket, úgy nem jó. Nem nekem nem tetszik, hanem az univerzummal ellentétes. És abban a pillanatban megpróbálja kiemelni ezt az embert, abból a környezetből, hogy hát ha nem tanulod meg szívem, akkor csináljunk valamit, és másképp. Például a szögletes köröm, akinek ilyen tök szögletese le van reszelve a körbe, ez is nagyon kényelmes a műkörmösöknek, nekem is körmöm, vagy műkörmöm van már nem tudom hány éve, nekem nagyon-nagyon különleges az érzékelő képességem, tehát tulajdonképpen ezt az érzékelésemet tompítom, de minden más a látványosan sokkal erősebb nálam, tehát én azzal annyira nem vezítettem el, az egómnak én ennyit adtam meg, viszont azt is megengedtem neki, és nagy nehezen tudtam rábeszélni a műkörmösömet, hogy a formáját ahhoz igazítsa, amilyen az embernek a természetes körömformája. Akinek szögetes, lapos, széles körme van, az például nagyon erősen primitív személyiség. Műkörmös a lányom, amikor ezt neki elmondtam, az úgy fölháborodott, mondom, nem azt mondtam, hogy te vagy primitív. Nem azt mondtam, hogy minden vendéget az, de hogy ez a személyiség azt az energiát hozza be, sokkal nagyobb elánnal tudunk dürohamot kapni, ha mindenkinek ilyen a körme. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy azokat, amik karmok, vagy például ez a hosszú karom. Hát kinek van hosszú karma, aki megragad és beszerez magának mindent? Sas. Igaz? Tehát ez a sas személyiség. Tehát, hogyha ezzel nagyon ellentétesek vagyunk, akkor tesszük végiggondolni, hogy érdemes azokat a dolgokat beépíteni az életembe. Mehetnék úgy végig le a ruháinkon, és hogy mit hordunk, és mit nem, és mit mivel öltöztetünk össze, amitől teljesen elképedtem, és meg is rémültem tulajdonképpen. Egyik alkalom egy ilyen divat tanácsadáson, valakinek mondják, hogy de hát sok minden lett ilyen furcsa divat, de hát azért az nem, hogy az egy koszos cipővel például nem menjünk az utcára, mire a divat tanácsadó a televízióban azt mondja, hogy nem, most nem trendi a tiszta cipő, hanem kicsit kopott és ilyen vüleltem, mondom, ezt komolyan mondja. A riporter ugyanannyira elcsodálkozott, hogy nem, mi az, hogy nem trendi a tiszta cipő, ez olyan, mintha a tisztaság nem lenne trendi, és az se az. Hogy a lakásban szanaszét rendetlenség van, hogy az illető volt büdös és koszos, hogy erre nincs igénye. És annak van egy Szolnoki Tibor nevezetű színész, akinek a felesége az Operett Színházban énekel, és arról a Tiborral még annak idején főiskolásként együtt játszottam vele, és azzal, nem tudom, hogy nem legenda volt, mert tény és való, és most is úgy öltözködik, óvodás korában öltönybe járt az óvodába. És ő nem megy ki az utcára, csak nagyon-nagyon tisztességesen összeszedett elegáns valamiben, és ő egy úr. Nem a külsejében, hanem a személyiségében is. Tehát tessék szívesen végiggondolni, hogy az a személyiség az igazán különleges, aki mindenhol otthon érzi magát, a tréningruhában ugyanolyan úriemberként tud viselkedni, mint a susogos tréningruha, ugye az egy speciális meghatározás, vagy ezek a plázacicák, akik csak a külvilág és a belső értékeket szinte abszolút nem érti, vagy pedig a smokingban, egy színházban, egy hangversenyen, egy társaságban, emberek között mindig kulturáltan és elegánsan tud viselkedni. Szóval tessék szívesen, én most erről még egy pár ilyen kis valamit leírtam, de mintha az időnk véges, ezért ugye az sok-sok-sok mindent nem tudok elmesélni róla, de hogy tessék tudomásul venni, hogy a szétdülő ház, a csőtörés, azt nézzék meg, hogy a család életükben milyen rumli van, amilyen holmikat hordanak otthon, amikor fér, feleség, összeházasodtak, megvan az esküvő, megszülték a gyereket, van egy ház, esetleg valami kiskocsi is, ettől kezdve senkit nem érdekel, hogy milyen módon öltözködik föl, tréningruhába lepusztulva, haza jön a szép ruhájából, amit a munkahelyén mutogat, a szép öltönyéből, amit ugye munkahelyi eszköznek hív, és levetkőzik otthon, és a lepusztult két ember, pocak, sör,
cikizik egymást, aztán már azt sem nézik a tévét, és szétesik az életük. Tehát tessék szívesen egy picikét a külsőségeket megtanulni, beépíteni az életükben, és tudni, hogy az a valami, ami ott rajta van, azon kívül, hogy megvéd minket a négy évszakból, a hidegtől és a melegtől, tessék szívesen lenni úgy használni, hogy ez hasznos legyen, és előbbre vigye önöket az életükbe, és egy kicsit az egyéniséget keressék meg vele, hogy jól érezze magát a lelkük abban a személyiségben, amivel beleköltöztek, amikor lejöttek erre a földre, és hiszen ezt az életet mi választottuk.